történelmi apróságok, akik talán méregtől haltak meg. A történelem során egy király vagy királynő eltávolításának eléggé elterjedt módja volt a méreg, amely sok esetben nyomot sem hagyott maga után. Olykor azonban saját magát mérgezte meg az uralkodó, szándékosan vagy véletlenül. Első Erzsébet A kora újkor egyik legismertebb uralkodó nőjének a halálát nem biztos, hogy a mérgezés okozta, de eléggé valószínű, hogy köze volt hozzá. A királynő a himlő okozta sebb helyekre, méregdrága és ólomtartalma alapozót használt, amelyet higanyból készült rúzsoltásított. Talán, hogy biztos legyen a mérgezés. Ezek után nem meglepő, hogy az egészségi állapota folyamatosan romlott, ingerlékeny és depressziós lett, valamint emlékezett kiesésben szenvedett. Feltehetően a mérgezés okozta rák volt a halálának az elsődleges oka. Aragóniai Izabella Nápoly hercegnője több mint ötven évet élt, de sokkal többet is élhetett volna, ha nem lett volna krónikusan beteg. Szinte folyamatosan beteg volt, de nem jöttek rá, hogy mi okozhatta a bajt. Valójában a gyógyszerként használt higany volt a bűnös, amelyet akkor tájt igazi csoroszerként használta mivel folyamatosan higanyszer egy gyógyszerként egyre betegebb lett, míg végül megmérgezte magát. Nagy Sándor A történelem egyik legnagyobb hadvezére időszámításunk előtt 323. júniusában hunyt el, és a halála körül még mindig sok a legenda. Egyesek szerint egy autóimmunbetegség okozta a halálát, mások szerint alkoholmérgezésben hunyt el. Van, aki szerint maláriában vagy tifuszban halt meg, de egyesek szerint veratrum mérgezésben. A veratrum vagy fehér százpa mérgezés izomgyengeséget, gyomorfájdalmat és hányingert okoz. Nagy Sándor a halála előtt 12 napon keresztül küzdött ilyen tünetekkel, vagyis könnyen lehet, hogy a halálát egy gyógynövény okozta. Zong Zong Tang A kínai császár a Tang dinasztiában uralkodott, de nem volt igazán jelentős személyiség. A Marúdi hatalom a felesége kezében volt, aki nem habozott használni azt. Úgy tűnik, Vejcsászárné nem elégedett meg a hitvesi szereppel, a teljes hatalmat szerette volna megszerezni. Az egyik este egy üteményt adott a férjének, amelyet a császár elfogyasztott. Az uralkodó hamarosan megbetegedett, majd nem sokkal később holtan találták. Az udvaroncok szerint a halálát egy hirtelen betegség okozta, de a történészek szerint mérgezi is. Hetedik Henrik Az 1300-as évek elején csúnya lépfene járvány dúlt az udvarában, amely előbb megölte a lovait, majd számos udvaronc is beteg lett, sőt sokan meg is haltak. Maga az uralkodó is megbetegedett, és csúnya, feketesebbek keletkeztek az egész testén. Ezek ugyan nem ölték meg, de komoly fájdalmat okoztak neki, így az orvosok gyógyszert írtak fel a fájdalom csökkentésére. A gyógyszer bevált, hiszen megölte a lépfenek órokozóját, majd hamarosan magát a császárt is. A gyógyszer ugyanis azért tartalmazott, amely herék csontjaiból még ma is kimutatható. Bonaparte Napóleon. A 19. század egyik legnagyobb hadvezére egy kis szigeten halt meg számüzetésben, elgyengülve és betegeskedve. A kutatások alapján gyomorrákban, amelyet a gyomorfájdalmak és emésztési nehézségek is jeleztek. Emellett azonban más is hozzájárult a halálához. Napóleon kedvenc színe a zöld volt, és a falait gyönyörű, élénk zöld színre festették. Ez a zöld azonban arzén felhasználásával készült, amely akár gyomorrákot is okozhat. Így aztán könnyen lehet, hogy az arzén okozta a gyomorrákot, amely az életébe került a francia császárnak. Quincy Huang Kína első császára az örök élet megszállottja volt, és az alkimia felé fordult ennek elérése érdekében. Mivel sok kínai alkimista készített szereket, így ő is elkezdte ezeket fogyasztani. Ezeknek azonban az egyik fő összetevője a mindenre alkalmas, higany volt. A császár egyre több higany tartalmú pirulát szerett és egy alkalommal súlyosan megbetegedett. Másnapra aztán elérte az örök életet, mert jobb létre szenderül. Hatodik Károly Hatodik Károly német-római császár volt, aki igényt tartott Ausztria trónjára is. A krónikák szerint egy alkalommal olajban párolt gombát szolgáltak fel neki, amely a kedvenc étele volt. A vacsorátán azonban az uralkodó rosszul lett, és tíz nap szenvedés után végül elhújt. A halála talán baleset volt, de a történészek szerint előfordulhat, hogy megmérgezték. A halála után került Mária Terézia a magyar, a cseh és osztrák trónra, de nő lévén német-római császár nem lehetett. Hunyadi Mátyás A magyar uralkodó a középkor végének egyik kiemelkedő alakja volt, aki tizenévesen került a trónra. Sokat közdött sikertelenül egy törvényes fiú örökösért, végül törvénytelen fiát, Korvi Jánost akarta elfogadtatni, a főurakkal. Élete utolsó éveiben elfoglalta Ausztriát és oszták főherceg is lett, az idejét pedig jó részben töltötte. Többféle betegség kínoszta, de a halála mégis váratlan volt, amelyet a pletykák szerint mérgezett füge okozott. Ez azonban feltehetően nem igaz, azonban másként hangzik, mint az, hogy valamilyen betegség vitte el a legyőzhetetlen királyt. Ha újabb videókat szeretnél, Kérem, iratkozz fel!